Világnézet alapú portré beszélgetés következik. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és a nézőket is, a mikrofonnál kauzál Alexandra, és nagy örömmel mutatom be a velem szemben ülő házaspárt, Kulcsár Árpádot és Máriát. Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyon köszönjük Servus, a meghívást, lehetőséget. Most ugye egy kicsit a hallgatókkal megismertetjük a ti történeteteket, de csak dióhéjban, illetve a pályafutásotokról is lesz szó. Azért így járóban én egy-két alapinfót megosztanék a kedves hallgatókkal. Ugye Kulcsár Árpádról lehet, hogy sokan már tudják, hogy a Szentpál Akadémián egyháztörténetet tanít a Bornemisza Péter gimnáziumban történelem tanár vagy, Mária pedig jogász végzettségű ügyészként dolgoztál, dolgozol, illetve teológiai végzettséged is van, és ami nagyon fontos ugye a beszélgetésünk szempontjából, hogy három gyermeketek is van, Fanni 14 éves, Golda Beril, jól mondom, Igen. 11 éves, gyönyörű neve van, és Joel Dániel, szinten csodálatos párosítású nevek, 10 éves. Igy Gratulálok! Szintén. Fantasztikus! Cses, És hát ki fog derülni, kedves hallgatók, hogy egy székesfehérvári születésű történelem tanár hogyan akadt össze egy Tiszaújvárosi ügyészszel. Na hát akkor vágjunk is bele. Árpád akkor az első kérdés neked címezném ez a történelem iránti szenvedély. Ez honnan ered nálad? Fogalmam sincs. <hállt> Annyira sok mindent én Fehérváron ö, születtem is, meg Fehérváron érettségiztem is, és fizika tagozatra jártam. Előtte énekzené általános iskolába végeztem nyolc évet. Jól énekelt ezek tagozatra, és utána mentem közgazdasági egyetemre. Hmm. Na most ott a fizika engem nagyon sok minden érdekelt, nagyon szerettem a magyart. Mindent nagyon szerettem, ráadásul eredmények is jók voltak, és fogalmam nem volt hova, hova menjek, mert orvostól kezdve sok minden fölmerült, és akkor jött az a kompromisszumos megoldás, hogy menjek a közgázra, mert a családot majd abból fogom tudni eltartani. Uh -huh. Tudni kell, hogy édesanyám ő tanítónő uh -huh. volt, és, és azt mondta, hogy csak azt ne. <laughs> az jó. És akkor tehát ezért nem mehettem az eltére, uh -huh. nehogy tanár legyek, hanem megyek a közgázra, de mivel a törtem nagyon érdekelt, ezért, ezért menjek közgázra, mert ott a törivel is lehet gazdaság foglalkozni, és akkor ez, ez így alakult, de a közgázon én eldöntöttem egy, egy éjszaka után, amikor fölébredtem, és, és úgy éreztem, hogy, hogy nekem nem ott van a helyem, hanem nekem a bölcsészkaron van a helyem, törtem szakor, eh, akkor eh, különbözeti vizsgával én szépen átmentem, uh -huh. és akkor eh, azt követően történelmi művészet, törtet szakot elvégeztem, és... És így lettél történelem, művészet, -történet, történet, szakos talán. De először egy kutatócsoportba kerültem, mert hogy, hogy az egyetemen volt ez a tudományos diákköri konferencia, és akkor sikerült egy olyan díjat szereznem, ami, mert nem volt sehova semmi protekció ami aztán nagyon jó ajánlást jelentett, és én tulajdonképpen egy, az utcáról mentem be a közgáz, hát nem teljesen az utcáról, miután elvégeztem az eltét, de visszamentem a közgázra, és, és a gazdaságtörténeti tanszék mellett volt egy kutatócsoport, oda bementem, senkit nem ismertem, és akkor elmondtam, hogy most végeztem, és hogy szeretnék e, történelmet kutatni, és akkor azt mondták, hogy fél évre próbaidőre. Hát utánam kérdeztek az egyetemen, uh -huh. stb. Meg ugye tudtam mutatni, hogy azért van valami eredményféleség, és akkor fél évre ott tartottak, és akkor utána, abból nem tudom hány, több mint egy évtizedes. Ez a Magyar Tudományos Akadémiának volt a Közép-Kelet-Európa kutatócsoportja. És akkor a történet csak azért nagyon érdekes, mert így utólag visszatekintve lehet látni, hogy tulajdonképpen a Bornemisszában meg a Szentpálon végzendő munkám lett igazából előkészítve. Nagyon érdekes, és egyébként így utólag, még bevezetésképpen, mit szólt édesanyját, hogy mégiscsak tanárember lett belőled? Hát ott, ott egy nagyon vicces sztori volt még a, igen, az egyetem alatt, vagy hogy, mert ő, ő látta, hogy én, én szeretem a gyerekeket és hogy én szívesen lennék pedagógus, de ő azt akarta, hogy semmiképp ne legyek pedagógus. Miért egyébként? Már akkor se becsülték meg a pedagógusokat? Kellő módon? Anyu azt a lejtőt élte át, ami, ami a Kádár rendszerben történt meg a pedagógusokkal, hogy amikor ő a pályáját kezdte, akkor tanító így, tanító néni úgy, uh -huh. és akkor közben látta, hogy már a 70-es évekre a, a pedagógus pályának annak nagyon-nagyon leolvatta megbecsültsége, és amit otthon beszéltünk, azért e, erről a pedagógusok is tehettek, de most ez nem a műsor témája, csak hát, megjegyzem, hogy egy fontos része, meg, mert ez a... most is tehetnek Igen. róla, tehát nem olyan egyértelmű a kép, uh -huh. hogy hogy csak az államhatalom oldalán van egy egy, egy dolog, hanem, hanem szerintem a pedagógus oldalon is. de Lényeg, Mondja ezt egy pedagógus. A, a, a story az csak annyi volt, hogy na, elhatározta anyu, hogy, hogy megutáltatja velem, vagy hát bemutatja a pedagógus pályának a leg... Árnyoldalát. leg így van, árnyoldalát. És napközis tanárként lehetett nyáron gyerekek mellé elmenni, hogy, és uda, oda általában, akik a szülők amúgy se foglalkoztak, ezeket a vásod gyerekeket rakták be napközi csoportba és ilyen jó kis hetedikes, es ez sok tanárnak most is múl, hogy a hetedikes, persze, a hetedikes, a nyolcadikes. Na és akkor egy ilyen szép kis csoportot nekem oda raktak, de én erről nem tudtam, Hánnyi hogy az egész. Hát szerintem ilyen 20, 20 körül Aha. lehettem. Tehát, hogy... Ilyen fiatal. Fiatal voltam, és, és... és én nem emlékszem az egészet, csak hogy úgy az nekem egy jó emlékként jött, de, de elmondják, hogy a végén ez a vásod csoport, vagy olyan úgy sikerült velük a hangot megtalálni, hogy a maguk kis, nem tudom honnan volt anyagi lehetőség, vagy micsoda, de hogy valami csokifélét, vagy nem tudom, mi ajándékot vettek végül, tehát a terv nem, hogy oda ki, hogy egy Én soha tök nem tök leszek, fett. hanem az lett, hogy még egy plusz jó élmény volt, hogy na, tessék, a legvásottabb kölykökkel is van van valami. Tehát, hogy... De emlékszel te arra, hogy hogyan találtad meg velük a hangot? Nem! Nem, jött ösztönösen? Szerintem, ezt csak így mellesleg mondom, szerintem a lényegét a pedagógiának nem lehet megtanulni. Születi vagy kell. kapsz ajándékot rá, ez olyan szerintem, mint a riporter, van az a híres amerikai, vagy már lehet, hogy nem egy extra tévé sztár riporter. Szerintem nem lehet oktatni, mert akkor akkor nem lennének ilyen nagy különbségek. Üh. Úgy gondolom, biztos, hogy van, amit a pedagógiaval lehet, de, de az, hogy te a gyerekeket tudjad elfogadni és szeretni, az most, most hogy? Azt nem lehet megtanulni, ebben teljesen igazad van. Ez De van vagy van, tanár van aki hülyét kap a diákoktól. Ma, uh -huh. szó, Igen, tehát és úgy értem, hogy, hogy, hogy őket. a őket. Tehát nagyon lenne a pedagógus pár, ha nem lennék diák. <laughs> Érdekes. Akkor egy kicsit térjünk át Máriára is. Te, akkor nálad is hasonló a kérdés, hogy ez a jogászi pálya nálad, ez, ez mennyire volt egyértelmű? Ugye Tiszaújvárosban születtél, ahogy mondtam Igen. a bevezetőben, és milyen terveid voltak ifjúként? Nálam egy kicsit másképp működött, mint Árpádnál, mert én azzal tisztában voltam, hogy mi az, amit tudok. Tehát volt a humán beállítottság, hogy történelem is a magyar, az számomra jól megy, uh -huh. és én nem akartam tanár lenni. <laughs> és akkor ilyen módon kizárásos alapon még maradt a jogászi pálya. Uh -huh. És voltak elképzeléseid, hogy azért nőként egy jogászi pálya, azért az nem túl egyszerű? Nem, igazából nem. Hát amit akkor láttál a filmekben, akkor nagyon sok sorozat szólt erről, és az ember ezek alapján kialakított egy képet, de azt azért mindenki tudja, hogy elég széles lehetőségek vannak, tehát azért ez egy olyan pálya, ahol több mindennel tudsz foglalkozni, több irányba tudsz elindulni, Igen. Ö, akár ö, váltás ö, is lehetséges. Tehát uh -huh. azért ez a pálya egy ö, jó pályának tűnt. Uh -huh. És miért pont az ügyészség? Mert azért az egy elég durva, szerintem, vonala a jogi világnak. Nem egy egyszerű, és nem is annyira hálás feladat talán. Hát ö, igazából... Ö, ez egy véletlen volt, hogy hová kerültem, mert amikor én tanultam, akkor először Miskolcon volt tízfél éves a jogi kar. És addigra minden más egyetemen lezárult a kilencedik fél évvel a tanulmány, és az évfolyam társaim elkezdtek mozgolódni, hogy hát így, hogy lesz munkánk. Uh -huh. És akkor én is beadtam több helyre a pályázatot, és ilyen módon kerültem be. De akkor sem gondoltam még komolyan, mert én igazából másfelé szerettem volna menni, de úgy voltam vele, hogy veszíteni nem veszítek. Uh -huh. Beadtam pályázatot, és akkor sikerült. Uh -huh. És itt ah. nőként milyen volt érvényesülni? Mert az egy kemény férfias világ. Hát egy része, vagy hát kívül lehet, hogy úgy tűnik, de igazából kicsit elnői a pálya, uh -huh. legalábbis bizonyos foglalkozások. Szerintem ez úgy működik, ahogy Árpád is mondta, hogy ha van ajándékod rá, akkor megy uh -huh. a nehézségek ellenére, vagy akkor azokon túl tudsz lendülni. Ha pedig nincs ajándékod, akkor hiába erről kötsz. Tehát akkor egy idő után az ember rájön arra, hogy nem ez az ő világa. Uh -huh, uh -huh. De akkor ez is gondolom egy olyan szakma, hogy van akinek való, van akinek azért kevésbé, mert gondolom azért itt nőként kőkeményen bírni kell a gyűrődést, nincs idő nagyon itt lelkizgetni, érzékenykedni, meg hát azért nem egy hálás feladata, ahogy utaltam is rá, azzal foglalkozni, hogy valakit az elkövetett bűneivel szembesítesz. Ö, igen, de ezt nézhetjük a másik oldalról is, hogy azoknak segítesz, akik viszont kárt vallottak. Igen. És ő mellettük állsz, és őket segített, hogy az ő igazságuk jöjjön a napvilágra, és ők megkapják azt a Kárpótlást? Elkölcsi kárpotlást, uh -huh. igen, hogy helyre tudjon állni mondjuk bennük a, az igazságérzet ami egyébként nagyon nehéz, és nem gondolnám, hogy ezt ember meg tudja csinálni, Igen. csak egy természetfeletti személy, de uh -huh. nehéz, tehát nyilván van stressz, van sok döntési helyzet, amikor fontos, hogy jól döntsél több szempontból is, mert életek, emberi életekben szólsz bele, de... Nagy felelősség is azért. Igen. Uh -huh. És az első években ugye úgy tudom, hogy elvégezted a, az egyetemet, utána gyakoroltad is ugye ezt a szakmát. Én rögtön uh -huh. a, a, ezen a pályán helyezkedtem el, azóta is ott vagyok. És jól érzed magad benne? Szerintem a helyemen vagyok. Nagyszerű. Igen. Még akkor egy kicsit az ifjúsági korotokra visszatérve, Árpád téged például milyen világnézet, milyen értékrend alapján neveltek a, a szüleid? Mindenképpen nemzeti értékrend alapján neveltek, uh -huh. és aztán, és aztán, pont ezért én nagyon sokat jártam Erdélybe, és és ez még 1989 előtt volt, tehát ez még a kemény romániai, meg, meg magyarországi kommunista rendszer alatt volt. Ez a ceausescu rendszer. Az, azért rendszer. az is kemény. És, és az, egyetemeken, az egyetemen kifejezetten volt is egy ilyen spéci, tanulmányi csoportom, hogy Erdély Speciál Tanulmányok, hmm. és akkor ott különböző kiváló professzorok előadásait, meg foglalkozásait Átogattam és az az érdekes, hogy én ugye jártam ki Jócskán Erdélybe, Kolozsvára, Vásárhelyre, és és velem küldözgettek, ugye akkor nem lehetett postán például könyvet, mert nem, nem engedték be. Hmm és velem küldözgették, ami számomra azért volt óriási élmény, mert ottani történészekkel, ugye én csak egy postás voltam. Igen. De azért mégiscsak behívtak, adtak egy pohár teját, vagy akármit, és, és az egy óriási dolog, hogyha te ilyen 21 néhány éves, tehát egyetemista zöldfülüként kiváló, mert ez a, ez a lényeg, hogy kiváló emberekkel és tulajdonképpen hát ők a, a szakmáikban is nagyot alkottak, de a, a közösségük mellett is, tehát az erdélyi magyar közösség mellett is ők bátran kiálltak, tehát hogy, hogy ilyen, ilyen embereket láttál közelebről, mert amikor kint voltam itt egy-két hétig, vagy egy hétig, akkor úgy többször is meghívtak, beszélgettünk, tehát az ember nem is gondolja ilyenkor, hogy milyen jó, kiváló emberek környezetébe, mert hogy ez is hogy, hogy, hogy tud az emberre ebből átsugározni vagy átragadni, de hogy, hogy én azt látom, hogy hogy az ember pályájába nagyon nagy szerepe van annak, hogy, hogy kikkel kerül össze. Pontosan, igen, a környezeti hatások gondolom akkor nagy befolyást gyakoroltak rád. Nagy befolyást gyakoroltak rám, és akkor így utólag, Utólag is látok, vagy visszaemlékszem dolgokra az egyik levéltáros, aki nekem hozott haza, ilyen, hát ő nem adhatta volna ki anyagokat a levéltárból, és akkor ő egy 40 éves, 40 év körüli, hála Istennek most is él, kiváló férfiú volt, három fiúk volt, a felesége is egy, egy karakár, igazi, ilyen székelyféle hölgy. De jó. Szóval ők nagyon bátran bevállalták, mert ugye nagyon megüthették volna a bokájukat, és emlékszem, hogy a gyereküket is csak néhány szóval a férfiú, az a levéltáros, aki otthon hagyta a fiát, és akkor mondta, ha valaki csenget, senkit be ne engedj, mert ugye olyan dolgok voltak otthon, tehát hogy, hogy ilyen életszerűen tanította is a gyerekét, meg ebből le lehetett vonni, hogy azért micsoda feszültségben érhettek ők. Igen. És, no, egy magyarországival ők mégis beválták a kapcsolatot. És az a vicc, hogy ez a fajta, ez a fajta erdély szeretet, végül a megtérésben, tehát ezek is, hogy az úr milyen, hogy az úr ott kerített nekem embert, egy ilyen, pontosan egy ilyen erdély út során no, el. Aha. Úgyhogy, de nem akarok elébe vágni. Igen, majd mindjárt ha. akkor folytatjuk innen, hogy ez nálad akkor hogy alakul, de Mária, akkor így Árpádhoz képest neked mennyiben volt más így az a környezet, amiben nevelkedtél így világnézetileg? Nálunk uh, materialista hátterű a család. A felmenők között voltak katolikus meg református vonalon is, de az én szüleim nem gyakorolták a hitet, és igazából nem is szóltak bele semmilyen módon a világnézetünkbe. Tehát egy teljesen semleges világnézetű gyerekkorom volt, vagy ilyenben nevelkedtem, ilyen családban. Uh -huh. Istenben akkor nem is nagyon gondolkoztál? Nem. nem volt hited? Uh -huh. Egészen. Szerintem így az egyetemig nem. Uh -huh. Nyilván felmerült bennem, hogy, hogy létezik-e Isten. tehát... Szerintem minden embert igen. foglalkoztat azért, ez nem mindenki. Tényleg itt szerintem kamaszkortól, de de akkor sem annyira, mert akkor pedig kollégiumban laktam, és akkor meg már inkább a velem egykorúaknak a hatása érvényesült, tehát akkor rengeteget buliztunk. Buli, aha. Igen, sok szórakozó helyre jártunk, az <laughs> nyilván az egyetemen is így. – Volt. – Te is ilyen bulis voltál, Árpi? – Én? Én a levéltárba bulisztam. <laughs> Nagyon jó. Akkor te ilyen konzervatív módon nőtt nevekedtél. – Hát bennünket ott, ott minden nyáron, ugye anyupedagógus volt, nem lehetett bennünket Fehérváron református templomba vinni, hanem le voltunk adva a nagyszülőkhöz, hogy így mondjam, de ezek nagyon kedves és kiváló emberek voltak. És akkor ők, ők meg ilyen becsületes, református emberek voltak. Minden héten mentünk a református templomba, templomba. hogyha volt bármi, akkor tehát ilyen református rendezen, oda is mentünk, tehát mi egy ilyen, egy ilyen rendes vallásos nevelést kaptunk, és ezzel kőkevint, tehát a nagyapámat, ha hallottad volna, hogy a kommunistákról hogy nyilatkozott, és mi a vicc a dologban, hogy az apóson viszont kommunista párta. És ez, <laughs> ez nagyon jó. tehát én ebben is egy óriási gondviselést látok, hogy ez, tehát én nagyon szeretem az apusomat, és külön tudom választani azt, hogy ő akkor hogy gondolkodott, hogy milyen párt, vagy mi van, uh -huh. és neki is megvolt a maga története, de egy kiváló ember. Uh -huh. És a, a megtérésem után, nekem a gyülekezet nagyon sokat segített ebbe, hogy azért azt nézem elsősorban, hogy ki milyen ember. Igen. Igen. És az, hogy ő most pártak, semmi rossz dolgot nem csinált, része volt ennek, mm. ami szerintem nem egy, egy jó biznisz. Hát igen, de sokan de, belekeveredtek ebbe, mert nem nagyon volt más választás, nyilván nem de olyan sok, egyszerű. Sokféle. Igen, igen. Hát valami van, de nekem ami nagyon tetszik, hogy hogy ez soha nem merült föl, vagy nem mondok igazat, és soha nem merült föl, hogy Nyugodtan apukád, közben apukád, Mária. miért érted ilyen, hogy hívják, mm. mert én... Hála Istennek élme idős ember. De, de én, én mindig is becsültem egy nagyon kiváló valaki, és hát, ezt uh -huh. tudomásul kellett vennem, és hála Istennek semmi elválasztás nem jelentett a, a jövendőben. Igen. Mert... És még a nevese, de majd erről később beszélgetünk. Szóval akkor te érted a diáklányok szabados életét, bulizgattatok, stb. Néha elgondolkoztál. A nyilván keresztek között, uh -huh. legalábbis középiskolában, mert ott szerintem, egy kollégiumban szigorúbb a napi rend, mint mondjuk egy otthon uh -huh. és, ö, helyzetben, vagy hát akkor, ö, ez így volt, meg nem keresztény család volt, ugye, a miénk. De igen. Uh -huh. Na, és akkor térjünk vissza Árpádhoz, Erdélyben járunk akkor. Hogyan is találkoztál te az evangéliummal? Mert akkor valamennyire mondhatjuk, hogy te azért hittél Istenben, így a templomba járás következtében, vagy nem volt valós hited? Hát hittem Istenbe, és nem volt valós hitem, ennyi. Uh -huh. Tehát ezt én a felekezeti hitet éltem meg, annak minden ürességével. Uh. Tehát ez volt benne a pláne, és és ami viszont nagyon jó volt, hogy, hogy egy ilyen út alkalmával, ugye ráadásul ilyen polgári féle nevelést adtak öltözékbe, mindenben, viselkedésbe. És akkor az evidensnek számított, hogyha te egy nyolc személyes kupéba utazol vasúton, és te vagy mondjuk ott egy fiatalember, akkor mindenkinek te, pláne hölgyeknek leveszed a csomagját. És ez nekem valószínűleg automatikusan jött, mert De jó. egy egy, egy kiváló teológus hallgató lánynak is levettem ilyen módon a koffert. De én nem néztem azt a lányt, én azt néztem, hogy nekem most az a feladatom, hogy a levegyem, nevett, a, levegyem jó. a koffert. Igen. És, és ezután valamennyivel Debrecenben rendeztek egy konferenciát, amin ott voltam, és akkor egyszer csak odajön hozzám egy lány, és akkor megkérdezi tőlem, hogy emlékszel. Hát mondom, nem emlékszem. Azt mondja, nem emlékszel, te vetted le, hogy hívják Akkor a, a hát Mondom, ne arra, hogy már másoknak is levettem, én nem emlékszem, hogy neked levette. A Máriát vizsgáztattam. De én azt néztem, hogy egy diák. És amikor a majd... Szentpál Akadémia. A Szentpál, a Szentpál Én a Máriát a házasság előtt évekkel vizsgáztattam. Ott van a lecke könyvében, Aha. hogy ötöst kapott. Ott van az ötöst aláírásom. jeles Na, óriási. lett. óriási. De én nem emlékeztem ő rá. Tehát én, én, én nem egy. Se ő egy diák, és akkor én na, nem azt busztálgattam, hogy na, ilyen, olyan, amolyan, a haja? hanem, hanem Hát enél ez. A reformáció viszont Bizonyít jobban árpád, mint az, hogy gyakorlatilag ugye te 46 éves korodban, már elnézést, Igen. hogy így a számokkal dobálozok, 46 Persze. éves korodban házasodtál meg, és nekem is valahogy úgy tűnt, hogy előtte nem, mintha nem nagyon foglalkoztatna ez a téma, de majd, de majd erről is beszélünk. Tehát nyilván gondolom, főleg a tudománynak, a az ismeretnek szentelted elsősorban a figyelmed, vagy vagy nem ez, is tudom, hogy ez ez lehet. Hát meg kell mondani őszintén, én. Ugye az ember sokáig szerepet játszik, vagy van, aki nem játszik szerepet, van, aki mindvégig szerepet játszik. Na de hát én próbálkoztam, és nem jött össze ez. Ennyire egyszerű volt. Tehát én ja, próbálkoztam, próbálkoztam lányok felé, csak félszeg voltam, szerencsétlen voltam, nem tudtam úgy beszélni. Én megmondom őszintén, most elmondom a kedves hallgatóknak, ugye diákod is voltam, Mi teljesen azt gondoltuk, hogy hogy annyira a tudománynak, a szakmának <laughs> szentelt magad, hogy ez nem, valahogy volt, nem játszik. Volt, volt holném, több, több olyan lány, hát volt olyan erdélyi lány, akivel nem voltam félszeg, de mentem is hozzá, hogy már szinte megkérem a kezét, és akkor be, csöngetek, kérdezem, hogy hol, hol van a leányzó, és akkor mondják nekem, hogy most ment Szent Györgyre az udvarlójához. Hát akkor ebből levettem, a, levet, levettem az adást, hogy hát akkor valószínűleg ez, ez nem, nem az én pályám. De voltak voltak olyan, hogy itt a Gyülibe is, a megtérésem után, ugye rögtön még a Budaörsi Ház, iskola. És akkor hogy ül le a, a, a derék ifjú megtért? Hát azt néztem, hogy hol, hol, van valami olyan lány, aki, aki ugye esetleges jövendőbelibe szó. Hát én mentem a bibliai iskolára, de látod, ilyen, ilyen túin in is one. És akkor azért. leültem úgy, de, de mondd, ez abszolút nem jött össze, mert a Mária még... Készülőben még, volt. Még kecskeméten készülődött, úgyhogy jó. Na majd erre a témára okay. még, még, visszatérünk, de akkor ott tartottunk, hogy koffer, Debreceni Igen, konferencia, oda a, a, lány, te meg nem emlékszel én semmire. Én nem, nem emlékszem semmire, és akkor öh, valahogy, hogy van-e kedven beszélni, nem, nem emlékszem már a konkrétumokra, de lényeg az, hogy, hogy, hogy amikor ő följött Pestre, akkor találkoztunk és beszélgettünk. Sőt, én lementem hozzá, mert közben kihelyezték őt a határmenti kis faluba református lelkésznek, és na, az nekem még egy lapáttal rátett arra, hogy a Kálvintéren eleve becsuktam egy női prédikáció után, ö, 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 becsuktam a Kálvintéri a, a Nagy Református Templomnak a, az ajtaját, hogy ide most jöttem utoljára. az a, a, Ahogy az ott az a prédikáció, az katasztrofális volt, eldöntöttem, hogy ide sem. És akkor ö, kimegyek ehhez a nagyon kedves, nagyon kedves... Ö, ö, végzett teológus volt már, és akkor már elkész, uh -huh. és akkor reggeliztet engem, és és hívta a kurátort, ugye kurátor, aki a, a gyülekezetnek a világi ügyeivel pénzű, stb. foglalkozik. És hát még én is láttam, hogy egy totál alkoholista. Húha. És és, és ez is megrettentett engem, hogy hát én ebben a vallásban vagyok, én ezért lelkesedek az ősök hagyományaiért, uh -huh. de hát ez a, az é, ez a gyakorlatban ez egyáltalán nem működik. Uh -huh. És ez a lelkészlány lány elmesélte, hogy ő nagyon lelkes volt Hogy ő hát menne az utcán, de hát ő... Az ő szava nem ér, tehát nincs súlya a szavának. Tehát ő, ő ezt érzékelte, hogy az lehet, hogy elvégzett öt év teológiát, de semmi súlya nincs, és ő szeretett volna az emberek életén változtatni. Uh -huh. És ott ebben a határmenti kisfa azt tapasztalta, hogy semmit nem tud. Hmm. Még, a, még a, 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 hogy hívják ki a kurátornak, a, a, a alkoholizmusán se tud semmit változtatni. Tehát csak ez annyira megmaradt bennem, hogy, hogy, hogy van teljesen életképtelen vallás. Ugye én ezt gyakorolhatom, és mehetek, és részt vettek a szertartásokon, de ugye én is tudtam, hogy az én életemben voltak égető bűnök, tehát ami égetett nagyon a szégyen, uh -huh, uh -huh. és én se tudtam vele mit kezdeni, és láttam, hogy hát másoknál is ugyanolyan működésképtelen, és akkor egy szép napon ez a lány azt mondta, hogy hogy jön megint, de majd lehet, hogy csak későn ír oda még albérletben laktam az albérletembe, és ha nem gond hozna, elhozná egy barátnőjét. Na és akkor, akkor az a barátnő tele volt örömmel, aha. és egész éjszaka beszélgettünk hitbeli dolgokról. Ők utólag tudtam meg, a budaörsi gyülekezeti házból jöttek, Isten után, így ragyogtak a szemeik, uh -huh. és ez a lány, aki akit Elhozott, ez a gyülekezetébe járt. Ő egy olyan karakállány volt, hogy az apja református lelkész volt. Ő akkor végezte az ötödévet a teológián. Megmondták neki, hogy válasszon, vagy palástot akar, azaz lelkészi kinevezést, de nagyon örömmel megadják már csak az apja érdemeire tekintettel, de akkor szakítson a hídgyülekezetével, vagy ha nem hajlandó szakítani, akkor nem lesz az életbe soha palást. Mit választott ez a lány a gyülekezetet? Le a És ő is azért választotta, szerintem, ami ami engem is megragadott ebben a ebben a, a szombati tündéről beszélek, hogyha esetleg hallgatja, akkor a tündének rendkívül hálás vagyok, mert neki köszönhetem azt, hogy megtértem. Hm. Tehát én mindig csak áll tehát áldó módon tudok róla megemlékezni, olyan öröm jött a szavából az egész egyéniségéből, uh -huh. akit ez a református lelkész parátműjel hozott engem, Igen. vagy én hozzám, hogy, hogy és úgy búcsúztunk el éjfélkor, mert haza kísértem őket, ők is a belvárosban laktak, hogy megkérdezte a, a tündi, hogy hát érdekel ez engem a dolog. Hát lehet, hogy azok a teológia, meg dolgok is érdekesek voltak, abból semmi nem emlékszem, de még szinte most is emlékszem arra, hogy, 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 hogy valami kijött ki, ki belőle. Tehát a, a, szóval a mosoly is ott volt, de ez, tehát ez a, tehát az öröm de ez meg több a boldogság. Volt, mint de ez mosoly. Több volt, mint mosoly. Igen. És akkor ezt éreztem, hogy ez a több, mint mosoly, ez nekem nagyon kéne. És, és, mondtam neki, hogy igen, még beszélek. És az úr, annyira jó, hogy nekem a, ugye, ez ö, valamikor nyár elején lehetett, nem tudom, hogy, hogy volt nyár közepén lehetett, vagy hogy, hogy, volt, de előtte beszéltem a tanszékvezető tanárnőmmel, aki nagy, nagy, ö, nagy támogatón volt, és nagyon sokat köszönhetek neki is, és akkor meséltem neki, hogy még előzőleg én voltam egy ilyen vallási egyházi táborba. És csak ugyan voltam, evangélikusok szervezték, na mindegy is. É, nem sok ragadtott rám. É, de kérdezi tőlem, hogy csak nem a híd gyülekezetébe, ez volt valamikor nyár elején, uh -huh. és akkor mi volt az öntudatos reformátusnak a válasza, akkor még. Na. Tanárnő, hogy tetszik ilyet gondolni? <laughs> És akkor ez a lány ugye adott egy ilyen, egy ilyen legalitás védelmet, hogy hát egy református lelkésznek a lánya, szó nem volt a hídgyülekezetéről, el nem hangzott a gyülekezet neve, az evangélium hangzott el, mert szerintem ez az első számú üzenet. És egészen addig, amíg ugye meg nem hívott, tehát hétről hétre, talán két többször is, lényeg az, hogy nekem hirdette a Bibliát, az evangéliumot. És nekem az nagyon tetszett. És semmi olyat, amit megbotránkoztat, semmit nem hirdetett, csak, csak igébe erősített engem. És akkor, amikor elérkezettnek látta az időt, mondta, hogy hát van-e kedven elleni egy Isten tiszteletre. Hát mondom nekem, hát, hát persze hát, amit. És akkor mondja nekem, hogy érkezünk oda korábban, hogy még legyen ülőhely. Hát ez aztán nagyon szöget ütött a fejembe. Hogy jé, mondom, ilyen is van. Református templom, hát mondom. Nem mondtam neki, de hát mondom, hát ott, ha fél órával később mész, akkor is van, te, akkor is van Igen. még bőven hely. Tehát ne, nem értettem, de úgy nem sokat spekuláltam rajta, és aztán kimentünk a budaörsi házba, ott már megértettem, hogy ez nagy volt a... 89? Mondom, vagy ez 89 nyara volt. 89 nyara, és akkor volt hívásra való fel szólítás, és először még nem mentem ki, akkor mondta, hogy van-e kedvem következő héten, van-e kedvem, mondom, mondom, van, menjünk. És akkor a második héten az volt, hogy elhangzott ez a felszólítás, és mai napig, de tíz évvel ezelőtt se, nem tudom, ez 89 volt, hogy én hogy kerültem ki oda előre? Hogy tehát az kiesett. Uh -huh. Tehát mintha vittek volna vagy. Uh -huh. Tehát ilyen láthatatlan kész kivitt volna, tehát uh -huh. fogalmam Egyszer nincsen, de kín már ott kint álltam, és már mondtam a megtérő imát. Fantasztikus. És aztán még sok bizonyság volt, de... Igen, akkor Mária, Mária jön, igen, halljuk a te történeteted is. Ha jól tudom, te azért kicsit később, így Árpádhoz képest, 2006-ban tértél. 96. Ja, bocsánat, ez, igen, ennyi, ennyit ne ugorjunk, 1996-ban tértél, meg hogy történt akkor nálad? Hát akkor már dolgoztam, és uh -huh. volt egy kolléganőm, akit láttam, hogy milyen kiegyensúlyozott és milyen boldog családban él. És sikerült vele többször beszélgetni, nem egy szobában ö, voltunk, dolgoztunk, de jó kapcsolatba kerültünk, és Igen? aztán ő hívott el a gyülekezetbe. Igazából én mindig ö, egy jó családra vágytam, tehát nekem ez volt a szívembe, és ez is ö, hívta fel Igen? a figyelmet uh -huh. rá, hogy, hogy neki megvan az, amire én vágyom. Uh -huh. És számomra ez volt a bizonyság, hogy hogy lehet valaki boldog a magánéletében, ami nyilván kihat a munkájára is, mert egy nagyon tehetséges és jó jogász. És aztán ahogy beszélgettünk, egyszerű hívott el. De igazából nyilván már akkor én is kerestem Istent, mert egyetem alatt ö, volt, hogy én is kívülről láttam magamat egy buliban, hogy én mit keresek itt. Uh -huh. Érdekes, hogy Tehát, hogy itt... azért megyek oda, hogy boldog legyek, idézőjelmet, uh -huh. Nyilván az ember ott keres pótszerekkel boldogságot, örömöt, de láttam, hogy nem vagyok az, és valahogy így tényleg kívülről is láttam magamat, hogy én itt vagyok, de igazából nem is élvezem, uh -huh. nem is jó, nem vagyok tőle boldog. És aztán volt még egy meghatározó élmény, amit így elmondva lehet, hogy furcsa, vagy sokakat meghökkent, de volt az egyetem arra, arra lehetőség, hogy bemenjünk egy, egy boncolásra. Ó, oh. aha. És akkor... Pedig nem orvosira jártál, de... Nem, jön. de, uh -huh. de az, az valamilyen szinten kötődik aha. a pályánkhoz. És ott volt egy furcsa élmény, szóval láttam, hogy 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 abban az állapotban már nem az az ember, mint amikor élt. Uh -huh. Tehát, hogy ott van valaki, és hogy más az, amikor élet van benne. Uh -huh. És ezen is úgy elgondolkoztam. Egy, mint ha valami kiment volna belőle, igaz? Igen. Uh -huh. És ott az az élettelen test, És valaha az mitől élt? Igen, uh -huh. ez aki így akkor nyilván fog... Ha nem is mindig, de azért az emberben így felfelbukkannak. Uh -huh. És aztán volt egy olyan dolog is egy egyetem alatt, amikor az ember úgy kicsit depressziósabb volt. Uh -huh. Nyilván sok teher volt a tanulás, stb. Igen. És, és akkor ugye emlékszem is arra, hogy sétáltam ö, Miskolcra jártam egyetemre, és ott az utcán sétáltam, és akkor így... Egy, egy ilyen fohász volt bennem a szívemben, a lelkemben, hogy Istenem, hogyha vagy, akkor jelölj ki magad. Mm. És akkor még nem jött rögtön a válasz, de, de szerintem az annyira őszinte volt, és annyira ezt látta Isten, hogy utána nem sokkal azért jött ez a beszélgetés. Aha és akkor ez az illető hívott el, gyülekezett be téged? Igen, evangelizációs alkalomra, is akkor... Kecskemétre, vagy máshova? Igen, hova? kecskemétre. <laughs> és akkor ö, ö, kimentem én is megtérni. Aztán mondom, hogy akkor ez én nagyon tudatos döntés volt. Uh -huh. Inkább úgy voltál vele, hogy adok egy esélyt, megpróbálom, vagy hogy... <laughs> Nem, hanem a, nyilván az az alkalom megérintett, meg... meg úgy voltam vele, hogy ha, ha tényleg van Istán és megismerhetem, akkor megpróbálom. Uh -huh. És az rendkívül jó volt, hogy utána ez a kolléga nem nagyon sokat foglalkozott velem, keresett, magával vitt, törődött velem, és ez is jó uh -huh. lesz érzés volt, mert akkor... Mindegy is, tehát akkor abban a városban még nem nagyon voltak kapcsolataim, uh -huh. és ez is, hogy, hogy ő volt egy olyan kapocs, ami aztán így még közelebb itt Istenhez, meg a, a gyülekezethez, azt szerintem nagyon fontos volt, és azért is fontos, hogy tényleg akik frissen megtérnek, azok mellett legyen olyan személy, aki Igen. tudja pásztorolni, gondozni, mert az tényleg egy ilyen baba állapot. Uh -huh. Az ember kicsit kiszolgáltatott, ott van egy új világban, új élményekkel, számára egy csomó dolog ismeretlen. Igen. És akkor van valaki, aki ebben mellett áll, és segíti, és támogatja, és viszi, és fogja a kezét. Tehát ez egy Nagyon-nagyon fontos. Igen, nekem szerintem az volt egy döntő élmény még, uh -huh. hogy akkor éreztem mások szeretettét, támogatást, ami akkor, mert egy új városban éltem, nem volt tényleg... Uh -huh. Csak nagyon kevés kapcsolatom. És nagyon fontos volt, hogy van, aki, akiben bízhatom, aki segít, akire számíthatok. Igen. És mondtad, hogy boldog ö, családra vágytál. Hogy voltak elképzeléseid, hogy mondjuk milyen férjet szeretnél? Ilyet, ilyet. Nem, ez, ez, egy, ez egy vicces. Mert azt tudom, hogy nem szeretnék bajszos, szakállas férfit. de ezt hát... így kikötötted? Nem kötöttem ki, csak ez így tehát hogy, hogy mi volt bennem. Uh -huh. Uh -huh. De igazából nem az, az tehát külsőleg semmiképpen sem. Nyilván vannak ilyen fiatalkori ideák, hogy az ember Igen. Mű, ki az, aki tetszik neki, de, de nem, tehát ilyen módon azért nem volt egy elképzelés, uh -huh. hogy milyen magas legyen, hány centi, milyen súlyú, hogy nézzen ki. Inkább az, hogy, hogy a, amikor már megtértem, hogy, 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 hogy párt szerettem volna olyan társat, aki, aki elkötelezett és aki ö, szolgálja az urat. Igen. Tehát nálam Aha. ennyi volt talán.